üdvözlöm, Babonics Tamásné Jutka vagyok, a Kamara fekvőbeteg alelnöke. A mai napon május 12-én, az ápolók nemzetközi napján, a mindennapok hőseit, a magyar szakdolgozókat, ápolókat köszöntünk itt a Hősök terén. A célja a rendezvényünknek felhívni a figyelmet az egészségügy jelenlegi helyzetére, és azoknak a munkatársaknak a jövedelmi viszonyaira, munkakörülményeire, akik naponta szolgálják ezt a hazát és a magyar állampolgárokat. Mi lesz a mai nap menete? A mai nap itt egy rövid köszöntő lesz, utána elindulunk az Andrássy úton. Ez a békés, politikamentes menet az Arany János utcához fog odaérni, ahol államtitkár úr át fogja venni azt a listát, amit összeállítottunk számára, hogy mit kíván a magyar egészségügyi szakdolgozó. Mire számítanak? Mire számítunk? Egy hatalmas élményre számítunk, mert együtt vagyunk, és ez a legfontosabb. Nem számít, hogy ki milyen színű ruhában van, milyen szallaggal érkezett, az egység a lényeg. Mi magyar betegeket szeretnénk ápolni és ellátni.